Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat a nevelési és tudomány előadásunk negyedik részében, ahol folytatjuk az érzelmi intelligenciának az elemzését, mai részben a kritikával és a haragkezeléssel. Elstá Vákos vagyok, organikus pedagógiai mentor, biológia testnevelés szakos tanár, és próbálom a tudomány legújabb kutatásait és a nevelést összekapcsolni, hogy segítsen bennünket a hétköznapokban. Az érzelmi intelligenciánkról már beszéltünk sokat, hogy az érzelmi intelligencia nem más, mint a limbikus rendszerünk, tehát a körökkel előtt rész, és az agykéreg összeköttetése, és ennek az összeköttetésnek az erőssége, ami nagyon sokáig fejlődik születésünktől kezdve. Pontosan ez az, amiért az emberi élet ilyen speciális és különleges, hogy nagyon sokáig kell fejlődnie, mert hogy az érzelmi intelligenciánk ilyen lassan fejlődik. Megállapítottuk a múltkor is azt, hogy az érzelmi intelligencia nem fejleszthető magyarázattal, érményekkel, tapasztalattal és azonosulással fog fejlődni, és ez majd a kritikára is a haragkezelésre is érvényes. Amikor kritikát fogalmazunk meg, ugye a Szentírásból mindenki ismeri ezt a részt, hogy más szemében a szálkát, a saját szemében a gerendát sem, akkor az egy nagyon fájdalmas dolog tud lenni. Miért vagyunk ilyen érzékenyek a kritikára? Miért ilyen nehéz ezt elviselnünk? Tulajdonképpen az emberi agyban van ennek a kulcsa, ugyanis az emberi agy úgy épül föl, hogy a kritikát az én képével szembesíti, és a kritikát, amikor megfogalmazzák, akkor az ember úgy érzékeli, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég szép, nem felelek meg a környezet számára, és ezt fájdalomként éljük meg. És ezt a fájdalmat megpróbáljuk mindenképpen hárítani magunktól. Ugyanott fáj az én képünk számára ez, mint amikor akár megvágjuk a kezünket, vagy megsérülünk valahol. A fájdalom milyen érintésettől, a fájdalomtól szabadulni szeretnénk. Mi okoz tulajdonképpen, lelki fájdalmat? Ezen a részen, amit itt látunk, ezen a zöld területen, itt található az a rész, amit girosz nevezünk, és ez az én képünknek a központja. Amikor kritizálnak bennünket, akkor tulajdonképpen itt fáj, nekem fáj az, ami történt, amit mondtak nekem. Ami fájdalmat okoz, ugye itt látjuk ezek a dolgok. Ezek tulajdonképpen mindenre a területre vetülnek, és mind-mind az én képünket piszkálják meg, mert ezekben vagyunk érzékenyek. Ezek azok, amik szembesülnek az én képünkkel, és ez a fajta fájdalom az olyan erős lehet, hogy az ember akár képes inkább fizikai fájdalmat okozni magának, hogy a lelki fájdalmat elviselje. Ezért nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel, de az is nagyon fontos, hogy ez is egy fejleszthető terület az embernek, a kritika kezelése, a kritika megfogalmazása, valamint az ezzel kapcsolatos haragkezelés nagyon is jó fejleszthetők. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy hogyan működik, az egy kicsit más területeket is meg kell vizsgálnunk. Amikor az én képünkről beszélünk, és azért vetítettem ki a Visegrádi Várat, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy falakat építünk másokkal szemben. Az én képünket ugyanis próbáljuk védeni nyilvánvalóan nem ilyen falakkal, itt lelki falakról beszélünk, de jobban el tudjuk képzelni, próbáljuk védeni azt a belsőt, ami mi vagyunk a környezetünkkel szemben, hogyha valaki kritikát fogalmaz meg, ha valaki szavakkal akar bántani bennünket, akkor az az érzékeny terület, ami egészen benn van, ez nekem ne szenvedjen kárt. Ezért falakkal veszük körül magunkat, amivel védjük ezt a belső érzékeny területet, az én képünket. Ezeket a falakat Sajnos, amikor használjuk, akkor ezzel be is zárjuk magunkat, elveszük a saját szabadságunkat, és ez ebben az értelemben már nem jó. Tulajdonképpen a másik embertől is elzárkózunk ebben a helyzetben, és ha ezeket a falakat nagyon erősre, nagyon nagyra építjük, akkor a környezetünk számára is ez egy teher lesz idővel. Egy nagyon érdekes, és amit az előbb mondtunk, ugye más szemében a szálkát, a sajátunkban a gerendát sem, másoknak a falai sokkal nagyobbra gondoljuk, mint a saját falainkat. És egy ösztönös reakció az emberben, hogy a másik embernek a falát szeretném lebontani. Ha azt szeretném, hogy a kettőn között megvalósuljon valami jó, valami szeretett kapcsolat, le kéne bontanunk ezt a falat. De mindig a másikkal akarjuk kezdeni, változzon meg a másik, én nem akarok megváltozni. Ennek a falbontásnak bizony vannak szabályai. Tégláknak mondjuk azokat az építőelemeket, amikből ezek a falak állnak. Itt vannak felsorolva ezek a téglák. A ragaszkodásunk minden, amihez ragaszkodunk, amivel nem bírunk engedni, ez egy nagyon erős tégla. És sokszor megfolytja a környezetünket az a nagyon sok ragaszkodás, amiben benne vagyunk. Azok a megrögzött szokások, hogy mindig csak így kell, így lehet, ezt mindig így csináltuk, már a szüleink is így csinálták, ezek nagyon meg tudják nehezíteni a kapcsolatainkat. Az elképzeléseink, amik a világgal, illetve a saját magunkkal kapcsolatosak, ezek megint csak nagyon megnehezítik az egymás közti kapcsolatot. Ez egy nagyon fontos tégla, hogy szembesüljünk azzal, hogy a világ nem biztos, hogy egészen olyan, mint amilyennek mi gondoltuk. Innen ered minden hiúságunk, mert azt gondoljuk, hogy mi sokkal jobbak, okosabbak vagyunk, vagy lehetünk, mint a körülöttünk levő világ. És a vallásos ember szembesül leginkább azzal, hogy van egy fölöttem levő értelem, ami magasabb nálam, és ahol tudom gyakorolni az alázatot. És az a fölöttem levő értelem, ez szeret és elfogad engem feltétel nélkül, és az alázat gyakorlása ebben a helyzetben nem olyan fájdalmas. Mit mondunk alázatnak? Azt mondjuk alázatnak, amikor elfogadom, hogy valaki más, jobb szebb, okosabb, mint én, valamiben több, mint én. És ez egy nagyon komoly tégla lehet, amit ha nem vagyunk hajlandók szembesülni, akkor mindig közénk fog állni a másik ember közé. Mert ha a másik ember azt érzi, hogy én jobbnak gondolom magamat nála, akkor az bizony egy nagyon komoly fal tud lenni. Az elvárások is nagyon komoly falat tudnak építeni, különösen akkor, ha olyan elvárásokat támasztunk a másik ember felé, aminek nem tud megfelelni, akármennyire is akar. Egy családon belül nagyon sok ilyen elvárás lehet. Nem arról beszélek, amikor megkérjük a gyerekeinket, hogy köszönjenek az idegeneknek, vagy legyenek udvariasak. Vannak elérhető és megvalósítható elvárások. De amikor valakivel orvost akarunk csinálni, annak ellenére, hogy ő tudom, hentes akar lenni, akkor az egy olyan elvárás, aminek ő nem akar, és nem is fog tudni megfelelni. Mert ő nem azzal szeret foglalkozni, nem azt szereti csinálni. Az elvárások tehát igenis közénk állhatnak. Aztán a túlzott akarás, az önsajnálat, megint csak a sértődékenységünk, amikor, amikor mi magunk olyan falakat építünk, hogy a másik ne férhessen hozzánk, az önzésünk, öntörvényűségünk, a hiúságunk, minden gondolat, ami azzal kapcsolatos, hogy én jobb vagyok, és a bizalmatlanságunk mind-mind közénk állhat. Ezek azok a téglák, amiket meg kell keresnünk magunkban. Tulajdonképpen a pszichológusok ezekkel foglalkoznak nagyrészt, hogy mi az, amin én magamban tudok változtatni. Mert hogy a másik emberen nem fogok tudni változtatni. Látjuk a következményeit ezeknek a tégláknak, és nagyon sokszor ez egészen eljut a szenvedélybetegségekhez is, és azok már nagyon nehezen kezelhető. De kezelhető. Érzelmi intelligenciáról beszélünk, az érzelmi intelligencia fejleszthető, megfelelő környezetben, megfelelő emberekkel az érzelmi intelligencia nagyon jól fejleszthető. Az előző részben több módot is felsoroltunk arról, hogy hogyan. Ha nem szeretnénk ezeket a következményeket az életünkben, akkor igenis fontos, hogy elkezdjük kivenni a téglákat ebből, ami képzeletbeli falunkból, és megvalósítsunk valami olyant, ami igazán boldog és szeretett kapcsolat lehet. Közöttünk és a körülöttünk levő emberek között. A kritika szempontjából ez nagyon is fontos. Meg kell értenünk egy pár alapszabályt. Az egyik alapszabály, hogy mindig két fal van közöttünk. Az egyik fal, amit én építek azért, hogy védjem magam, a másik fal, amit a másik ember épít azért, hogy védje magát tőlem. A második szabály az, hogy mindig csak a saját falamat bonthatom. A másik falához nem nyúlhatok hozzá. Akármennyire gondolom azt, hogy könnyebb lenne kiszedni a téglákat, mindig csak a saját falamat bonthatom. Tehát ez alapszabály annak, hogy hogyan fejleszthetjük a kettőnk kapcsolatát. Nem nyúlhatok még egyszer a másik téglájához, csak a saját tégláimhoz. És valójában itt sokkal könnyebb helyzetünk van. Amint a másik téglához próbálunk meg hozzányúlni, rögtön harag lesz belőle, vagy sértődöttség. Amikor a saját téglámhoz nyúlok hozzá, akkor ez egy tudatos folyamat, és nem könnyű Bizony, az, hogy elkezdem leépíteni az elvárásaimat, leteszem a ragaszkodásaimat, engednem kell, ez mindig nehéz. Ezt megvalósítani egyáltalán nem könnyű. Akkor érdemes tehát nekiállni a kapcsolatok építésének, ha van bennünk annyira erős vágy, hogy ezt valóban megtegyük. Egy nagyon nagy lehetőség a keresztény ember számára, hogy átnézzünk a saját falunkon az Isten felé. És amikor az Isten felé nézünk, akkor azt látjuk, hogy ott nincs fal. Mert úgy szerette az Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, egészen a kereszt halálig. Meghalt értünk, és aki meghal értünk, ott nincs fal. Ő egészen odaadta magát értünk, lebontott mindent, ami köztünk lehet, csak a mi oldalunkon van fal. És ez az a pillanat, amikor megérthetjük, hogy nekem ahhoz, hogy ez a kapcsolat köztem, és akár Isten között erősebb legyen és megvalósulhasson, a saját falam munkája. Nekem a saját falamon van dolgom azt tudom lebontani vagy építeni. Ha szeretném ezt a szeretet kapcsolatot kiteljesíteni és megvalósítani, akkor az én falamat neki kell álljak lebontani. És akkor az Isten kapcsolatom is javul, és a körülöttem levő emberekkel is javul a kapcsolatom. Ezek a falak, amiket mi magunk védelmére építünk, valójában bennünket zárnak börtönbe, és amikor kritizálnak bennünket, akkor mindig egyre-egyre magasabbra építjük, mert nekünk az fáj, és ezzel a fájdalommal nem akarunk szembesülni. De hogyha elfogadjuk, hogy a szeretet sokkal több, mint az a börtön, amit, amit a kritikák fölépíthetnek számunkra, akkor igenis érdemes nekiállni ennek a falnak a bontásának. És a szeretet sokkal többet tud adni számunkra, mint az a biztonság, amit a falaink nyújtanak. Nagyon fontos szabály tehát, hogy csak a sajátodat bontom. Egyesével próbálom meg kivenni a téglákat. Tehát nem mondom most azt, hogy ezt a falat egy, egy pillantással tövig lehet bontani, mert nem lehet. Tudatosítani kell, mert ez egy tudatos folyamat, hogy mi az, ami közénk áll, és mi az, ami bennem van, megnevezve ezt a téglát. És ezt a téglát tudatosan ki tudom venni, akkor a fal egyre, egyre kisebb lesz. A másik falához tehát nem nyúlok, ez megint nagyon fontos szabály. Fontos szabály, hogy belássam és megértsem, hogy hogyan működik ez a folyamat. Enélkül nem is érdemes nekiállni, Keresztény embernek nagy segítség lehet, hogy akár imádkozhat, bőtölhet ezekben a helyzetekben. A testi szenvedés ilyen értelemben segítheti ezt a folyamatot. A szeretett cselekedeteinek igazán akkor érdemes nekiállni, amikor a falat én már lemontottam. Ugyanis mi történik akkor, amikor szeretett egy gyakorlom, mondjuk a másiknak egy ajándékot veszek, ilyenkor, abban a pillanatban a másik átnéz felém, az én falamra. És ha azt látja, hogy nálam továbbra is állnak a falak, akkor ő még magasabb falat épít, mert úgy látja, hogy én ezt értekből tettem. Ha azt látja, hogy nincsenek nálam falak, én egyszerűen csak szeretni akarom, elfogadni akarom, és ezért ajándékoztam meg, akkor ő is elkezdi lebontani a falát, hiszen nincs értelme falat építeni a közé, aki szeret és elfogad olyannak, amilyen vagyok. És egy nagyon nagy kísértés életünk nehézségeiben, hogy újabb és újabb téglákat tegyünk be ebbe a falba. Kettőn kapcsolatát, tehát úgy tudom javítani, hogy megpróbálom a köztünk levő falat lebontani. de a kritikával ebben még nem jutottunk előrébb. A kritika nagyon sokszor haragot vált ki bennünk, és ezt a haragot úgy tudjuk meg legyőzni, hogyha ha megértjük ennek a működését. A harag gyilkosan nagyon gyakran a humor, és ha tudunk humorosan kívülről tekinteni a problémára és a szituációra, akkor már is jobban tudjuk kezelni. Ezért mondják, ugye a hogy a vidám embert a sokkal nehezebb fölbosszantani. És olyan hormonok dolgoznak ilyenkor a szervezetünkben, amik az idegrendszerünkre igenis hatással vannak. De az emlékeink, a tudatos tudattalan emlékeink is dolgoznak ezekben a helyzetekben. Amikor kritikát gyakorolnak felénk, akkor nagyon gyakran leszünk mérgesek. Nagyon gyakran öntel bennünket a harag, mert hogy fájdalomként éljük meg, ezt hárítani akarjuk. Humorral tudjuk ezt a, a haragot egy kicsit távol tartani, de azért akkor is ez egy érzékeny terület, és vigyázni kell rá. Mik a kritikának a szabályai? Ha megértjük, hogy hogyan működik a jó kritika, akkor egyrészt mi is kevésbé leszünk érzékenyek a minket érő külső hatásokra, másrészt mi is tudunk jó kritikát megfogalmazni. Fontos, hogy megmondjuk a környezetünk számára, ami nem tetszik, ami nem jó. Nem mondhatjuk azt, hogy, hogy minden szuper, minden jó, és akkor mindent elfogadunk akármilyen is, mert akkor az nem vinné előrébb a világot. De a kritikát jól kell tudni megfogalmazni, és ennek vannak szabályai. Az első szabály tudni hogy 3-1-5-1 szabály. Ennek az a lényege, hogy három jót mondunk, és akkor fogalmazzuk meg a kritikát. Vagy öt jót mondunk, és akkor fogalmazzuk meg a kritikát. Attól függően, hogy a másik ember milyen lelki állapotban van, mennyire érzékeny, érdemesebb az öt jó egy kritika megfogalmazására törekedni. Ugyanis miközben jót mondunk, a másik érzékeli, hogy elfogadjuk, szeretjük, és amikor megmondjuk azt a kritikát, amit fájdalomként fog mindenképpen megélni, az könnyebben befogadja, elfogadja, és könnyebben teszi a magáévá. Ha úgy fogalmazzuk meg a kritikát, hogy egyszerűen csak vádaskodunk, és nem, nem mutatunk utat, kivezető utat belőle, akkor azt nagyon nehéz elfogadni, és az nem is fog működni. Azzal csak falakat építünk egymás közé. Ha úgy tudjuk megfogalmazni, hogy én úgy látom, ez az én gondolatom, de neked is van egyfajta gondolatod ezzel kapcsolatban, amit kíváncsi vagyok, szeretnék megérteni, elfogadni. Ha jól fogalmazunk, az nagyon-nagyon sokat számít a kritika szempontjából. A támadó kritika az mindig a falak építéséhez vezet. A cinizmus az nagyon súlyos károkat tud okozni. Az a gúnyos, humorosnak tűnő, szurkáló megjegyzések, amik a másik ényjét darabokja szabdalják, azok igen nagy károkat tudnak okozni, és még évtizedek múlva is előjönnek, és az embert is bántják. Ezeket meg kell próbálni mindenképpen elkerülni, és megpróbálni pozitív kritikát gyakorolni inkább a másik felé, amikor észrevesszük a másikban a jót. És ezzel a kritikával akár még falakat is bonthatunk, hiszen amikor a másikat dicsérjük, amikor értékeljük, elfogadjuk, szeretjük, és nálunk nincsenek falak, akkor azzal tudjuk valójában bontani de nem közvetlenül, hanem közvetve a másiknak a falát. És nem érdemes ezt halogatni, hogyha a másik emberrel problémánk van, akkor minél előbb ezt meg kell fogalmazni, de azért van egy fontos szabály, az indulatainkat le kell csillapítani. Bőthet Csaba ha mondta egyszer, hogy amikor valamilyen ilyen inzultus éli, akkor elképzelhető, hogy kinyílik a bicska a zsebében, és ő azt szépen lassan tízig számolva visszacsukja. És hát vannak olyan nehéz szituációk, amikor három-négyszer is vissza kell csukni azt a bicskát, míg az ember tényleg ezt nem akarja már a másikba mártani. Ha időt hagyunk magunknak, akkor az érzelmi intelligenciánk, az agy, kéreg és a limbikus rendszerünk közti összeköttetés egyre jobban helyreáll, a hormonrendszerünk egyre kiegyensúlyozottabb lesz, nem dolgozik a kortizol és az adrenalin meggátolja a két terület közti információáramlást, és tudunk racionális döntéseket hozni, és racionálisan megfogalmazni a véleményünket. A kritika szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Ez pedig a tudatosság. És akkor most nézzük meg, hogy mi az a harag, amit akár a kritikával is kiválthatunk, de más viselkedéssel, akár udvariatlansággal, akár támadó magatartással, ez lehet verbális vagy fizikális bántalmazás is. Ki tudjuk váltani a haragot. Az amigdalánkban, ami ott található a fehér körrel jelzett területen, ott van a tudattalan memóriánknak a központja, ott tároljuk el azokat az információkat, amik a bejövő információk címkéje alapján eldöntik, hogy ez a helyzet most számunkra veszélyes, félelmetes, jó, örömteli. És ha azt találja a tudattalan memóriánk, hogy ez a fajta történés, ami most körülvesz bennünket, ez veszélyes számunkra, akkor az félelmet fog generálni, a félelem pedig haragban fog megnyilvánulni. Persze vannak olyan emberek, akik ilyenkor pánikba esnek, az megint egy másik kategória, de most nézzük meg, mi történik akkor, amikor haragszunk. A harag tehát innen fog kiindulni, és ez ugye, mint beszéltünk róla régebben, ez a limbikus rendszerünknek a része, tehát előbb jön aktivitásba, mint az agykéreg. A harag, tehát el kell fogadjuk, ez egy normális és természetes reakció a külvilág hatására. A harag az nem bűn önmagában. Az, hogy mit kezdünk azzal a haraggal, az már egy egészen másik kérdés. Az, hogy a tudatos viselkedésünk hogyan fog megnyilvánul, megnyilvánulni a harag kapcsán, az már egy egészen másik kérdés, és ez érzelmi intelligencia terület. Egy jó hír, hogy haragkezelés szempontjából nagyon sokat tudunk fejlődni. Méghozzá azért, mert mint látjuk a limbikus rendszerünk és az agykérek között, ha helyreáll a kapcsolat és egyre gyorsabban létrejön, akkor kiváltott inger, a harag, nagyon gyorsan párosul azzal, hogy mit gondolok én erről a tudatos agykérgem, ami tudja befolyásolni a viselkedésemet, hogyan fogja kezelni ezt a helyzetet. Ha gyenge vagyok érzelmi intelligencia tekintetében, akkor a haragkezelési létrának az aljáról fogok indulni, méghozzá azért sokszor, mert a családi mintáinkat követjük. Ezek tudattalan minták, azt láttuk a szüleinknél, hogy ők hogyan kezelik a nehéz helyzeteket, mi történik a családon belül, egészen kicsikorunk óta. Nem is emlékszünk már arra, hogy a szüleink hogy dolgozták föl a veszekedésüket, de mégis ez dolgozik bennünk, és ezeket a mintákat fogjuk követni. A harakezelési létránknak ez gyakorlatilag a legalja. Az első ilyen minta, ami megnyilvánul, ez úgynevezett passzív-agresszív viselkedés. Ez azt jelenti, hogy haragszom a másikra, de nem mondom ki, hogy mi a problémám úgy is viselkedem, mint aki mérges a másikra. Hátat fordítok neki, nem szólok hozzá, nem válaszolok, akár ez több napig, sőt, akár évekig is eltarthat bizonyos helyzetekben. Az a baj ezzel, hogyha nincs kimondva a probléma, és ezért van ez a harakkezelési létrának a legalján, akkor ez a kimondatlan probléma, ez mindig oda fog állni a két ember közé, és ott dolgozni fog, megrontja a két ember közötti kapcsolatot. Ha lehet mondani, ez egy nagyon-nagyon komoly fal, és a jó hír viszont, hogy ebből a, ebből a helyzetből előre lehet lépni. Lehet tudatosítani, hogy tulajdonképpen ez egy rosszul beidegződött minta, egy sértődöttségből ered, egy kritikából is fakadhat. Onnan ered, hogy az én képen való sérült, csebződött ebben a folyamatban, de ezt tudatosan helyre tudom állítani, mert a gondolkodásommal, a tudatos gondolkodásommal képes vagyok felülírni ezt a helyzetet. Oda tudok menni a másikhoz, elmondani neki a problémámat, meg tudom fogalmazni, de ehhez lehet, hogy idő kell. Az előbb beszélt bicska, amit vissza kell csukni. Alapból lehet, hogy reflexből mi passzívan, agresszíven viselkednénk a másikkal, de tudatosítjuk magunkban, hogy létezik ez a viselkedés, és hogy ez nem jó, és hogy ez a halakkezelési létárnak a legalján van, akkor tudunk ezen változtatni. A második, ami sajnálatos módon még nagyon gyakran előfordul, még akár kisgyerekeknél is, hogy verekszenek. Az érzelmeiket úgy fejezik ki, hogy a másikat megüti, megcsapja, elgáncsolja, földön és kárt okoz a másiknak. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon nagy baj, de a verekedésnél itt már nagyon gyakran kimondásra kerül, hogy mi a probléma. Azért ütlek meg, mert azért gáncsoltalak el, mert. És akkor ennek van oka, ez már egy előrelépési lehetőség. Persze lehet, hogy a másik ezt jogosnak vagy jogtalannak tartja, és mindig, amikor, amikor a verekedő fél, vagy valaki elindítja, akkor az jogosnak tartja azt a bántalmazást, amit a másik ellen elvét. De valójában az a jó hír, hogy ebből megint csak előre lehet lépni. Azokban a családokban, ahol a szülők gyakorolták ezt a fajta haragkezelési módot, ott sokkal gyakoribb a verekedés, de amikor az érzelmileg kezelt terület összeköttetésbe kerül az agykéreggel, akkor tudatosíthatjuk, hogy nem ez a jó megoldás, sőt, ez megint csak falakat épít közénk, hanem ezen fölül kéne kerekedni a harakkezelési létrának, ez még mindig-mindig nagyon az alján van. Következő gyakoribb kicsit jelenségformájában, hogy a másik rongál. Nem a másikban tesz kárt, hanem a másiknak az autójában összetöri a tányérját, lefirkálja a falát, vagy valami kárt tesz a másiknak a holmiában. Ez lehet persze egészen súlyos is, és lehet ennek is ugyanúgy börtönbeli következménye, mint az előzőeknek. Tehát arra kezelési létrának ez mindig az alján van, hiszen egy bizonyos fajta tehetetlenséget árul el az emberről, de megint csak kimondásra kerül, rongálás közben, hogy fájdalmat okoztál nekem, és mivel? Ez már egy előrelépési alap. Tudhatjuk, kimondásra került maga a probléma, nem lehet elhallgatva, mint a passzív agresszívnál, hogy talált ki, hogy mi a problémám, hanem kimondásra került, és akkor már lehet vele valamit kezdeni. A következő lépcsőcsőfok, és ez a leggyakoribb úgy gondolom a családokban és a kapcsolatokban, hogy az ember ezt a haragját kimondja. Méghozzá nem is hogy akár sokszor káromkodásokkal, akár sokszor ordítva, az a lényeg, hogy a másiknak a hangjával, a verbális kifejezésével és a nonverbális kifejezésével minél több kárt okozzon. Minél erősebben közölje, hogy ez nekem fáj. Az énemnek ez fáj, és ezen szeretnék változtatni. Én ezt nem bírom elviselni, és ezt szóvá kell tennem. És ez a halak kifejezésének egy fontos módja, de az a baj, hogy ez még mindig nem vezet eredményre. Ha valaki dühöngés szitkozódik, az a másikban újabb falakat fog építeni, és ettől nem lesz jobb a probléma, megoldása nem kerül előrébb. Viszont már egy magasabb szinten van, mint a verekedés vagy a tongálás és ez egy jó hír Hol a kezelési létrán, tehát előrelépés történt, ha valaki eddig a többit gyakorolta volna, akkor még ez mindig jobb. De ebből még mindig van előrelépés, és lehet tovább folytatni az előre menetelt. A panaszkodás a következő fokozat, aki már ezen a szinten van, az már egy fokkal jobban csinálja, és ez már egy átmeneti lépés a megoldás felé. Amikor az indulataimat elmondom valaki másnak, nem az érintett személynek, Kívülről kezdem el szemlélni a problémát, és nagyon sokszor megszületik ilyenkor maga a megoldás is. A panaszkodás tehát segíthet abban, hogy kezeljem a problémát, és utána meg tudjam fogalmazni majd a felé is, akivel valóban problémám van. A meghallgató fél nem is kell, hogy feltétlenül megoldásokat adjon a problémára. A személye nem mindegy. Hogyan ugyanis mindenkinek fűnek és fának panaszkodom, az nem fog megoldást hozni, az egy, az egy lehetetlen helyzet. De ha van egy-két barátom, akivel, és szerintem maximum kettő, akivel megosztom azt a problémát, aki kívülről ránéznek arra a helyzetre, és nem csak meghallgatnak adott esetben, hanem a szükségre van rá akkor tanácsot is tudnak adni, akkor azok segítenek abban, hogy kívülről nézem, és megoldásokat találjak. És ez már egy nagyon nagy előrelépés. A rakezelési létrának a csúcsa az, amikor a, a sok nehéz helyzet között megpróbálom megtalálni a kiutat. Amikor elkezdek logikusan gondolkodni, megértem a problémát, megpróbálom megértetni a másik emberrel is a problémát, de már nem annyira a limbikus rendszerem vezérel, hanem az agykéreg a tudatos gondolkodásom. És ez már a megoldás keresésének az útja. Ez segíthet abban, hogy a másiknál ne csak falak épüljenek, hanem ezek a falak tudjanak leomlani, és a kettőn közötti szeretett kapcsolat helyreálljon a rakkezelésünknek ez a módja, ez nagyon jó. És ahogy az érzelmi intelligenciánk fejlesztésénél említettük, a rakkezelési létrán, hogy lehet előre menni, nagyon nagy lehetőségeink vannak abban, azokban a tevékenységekben, amik az érzelmi intelligenciánkat fejlesztik. Ahogy a múltkor mondtuk, akár a művészetekben, akár a mozgásban, akár a játékban, minden alami alkotás, de még a vallásban is nagyon nagy lehetőségek vannak. És ezekkel élnünk kell, és ki kell, hogy használjuk, mert az ilyen helyzeteket nem tudjuk elkerülni. Mindig lesznek olyan helyzetek az életünkben, amik nehezek, amik sértőek, bántóak, amikor kritika fogalmazódott meg felém, amik haragot váltanak ki belőlem, és ezeket tudnom kell kezelni. Mert ha rosszul kezelem, annak akár nagyon súlyos következménye is lehetnek. A haragkezelésre, tehát az érzelmi intelligencia fejlesztése adja megint csak a megoldást. Azok a dolgok, amiket az előző alkalommal már elmondtam, ezek segíthetnek abban, hogy egyre magasabb legyen az érzelmi intelligenciám, egyre erősebb összeköttetés legyen a limbikus rendszerem és az agykérgem között, és amikor elindul belőlem az a düh, akkor nagyon gyorsan tudjak rá reagálni az agykérgem segítségével. És ez kulcsfontosságú, hogy ezt tudjuk fejleszteni. Beszéltem már arról is, hogy a hormonrendszerünknek is van hatása erre, és az életmódunknak is. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a haragunk kezelése csak az idegrendszerrel kapcsolatos, akkor nagyon fontos tudni, hogy a hormonrendszerhez is kapcsolódik, ahol a kortizol és az adrenalin mennyisége ilyenkor fokozódik, és hát az életmódunk is befolyásolja azt, hogy milyen a mi kedélyállapotunk, a hormonrendszerünk egyensúlyban van-e, és a haragot hogyan kezeljük. Egy kiegyensúlyozott hormonrendszerrel rendelkező ember sokkal jobban bírja a kritikát, mint az, aki állandó zaklatott, állandó stressz állapotban van a stresszelt ember sokkal nehezebben kezeli a szélsőséges érzelmi helyzeteket. És ha ezzel kell szembe tudunk nézni, és tudjuk ezeket tudatosan kezelni, akkor úgy gondolom, hogy sokkal boldogabb életünk lesz. Szeretettel fogadjuk a kérdéseket és a témajavaslatokat is a sorozatnak az e-mail címére, amit itt kivetítve láthattok, Írjátok meg bárton a gondolataitokat, kérdéseiteket, témajavaslataitokat, és ezekkel a későbbiekben akkor fogunk foglalkozni. Ha tetszett ez a rész, akkor ne felejtsd el lájkolni ezt a videót. Ha Youtube-on nézel minket, akkor nyomd meg alul a csengőt, és akkor nem maradsz le a következő eseményekről sem. Köszönjük, hogy ma velünk tartottál, találkozunk a következő alkalommal.